Általános iskolás korától az egészségügyi pályára készült a bátaszéki Tannerné Kammermann Júlia. Ennek megfelelően 1990-ben az akkor még egészségügyi szakközépiskolaként hívott intézményben érettségizett le. Előbb a szekszárdi kórház pszichiátriai osztályán dolgozott, majd gyógyfoglalkoztató lett belőle. Az, hogy végül bátaszékre került a házi orvosi rendelő asszisztenseként, egy véletlen találkozásnak köszönhető. A doktornő az utcán megszólított, mert az ő akkori asszisztense elment innen bátaszékről, és nem is igazán ismertük egymást, csak úgy kicsit idézőjelesen hírből, és ő megkérdezte, hogy eljönnék-e ide dolgozni. És akkor eljöttem ide dolgozni, ez immáron 29 éve volt, és azóta ebben a praxisban dolgozom. Tannerné Kammermann Júlia az elmúlt évtizedekben munka mellett folyamatosan képezte magát, amire szükség is volt, hiszen ebbe a praxisba 2500 beteg tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem ritkák az olyan munkanapok, amikor 100-an is megfordulnak a rendelőben. Ennyi orvos-beteg találkozás esetén pedig az ember óhatatlanul is találkozik egészen megterhelő esetekkel. Vannak kirívó esetek, amikor gyerekhalál történik, mert olyan is történt, hogy ide behozták hozzánk a gyermeket. Aztán, amikor kollégánk halt meg, vagy kollégánk beteg, illetve ugye ez az elmúlt időszak, ami már tudom, hogy már beszélni sem akarunk róla, ez a covidos történet, de sajnos nem tehetünk úgy, mintha nem történt volna, ez egy nagyon nehéz időszak volt. Kezdve azzal, hogy a bizonytalanság, a pánik, a félelem, aztán amikor valóban testközelből megtapasztaltuk, hogy elhunyt hozzátartozónk, orvosunk, a papunk, tehát itt olyan történetek voltak, amelyek nagyon megviseltek minket. Egyébként meg a hétköznapokban leszámítván a covidos időszakot, éppen ma kérdezték ezt meg tőlem már ezt a kérdést, hogy, és egy kicsit így most ez előjött a fejemben, hogy amikor, hogy is fogalmazzam, tehát amikor igazándiból nagyon nehéz az is, amikor valami idézőjelesen nagy baj történik egy családban. Mint mondja, ez a hivatás nem csak arról szól, hogy a szervi tüneteket kezelik, nagyon gyakran ennél sokkal többet kell tenni egy-egy betegért. Ha bejön egy beteg és nagyon fáj a feje, de közben sír, tehát látom, hogy nagyon kimerült, mert ugye egy sima fejfájástól nem sírunk. De ha hozzá azért jó kimerültek vagyunk, fáradtak vagyunk, akkor bizony sírunk. Akkor én nem engedem ki, hogy sírva kimenjen. Tehát nem teszem meg vele azt, hogy utána este majd azért sír otthon, mert itt látta 30 ember, hogy ő sírva jött ki. Akkor vagy megpróbálom megbeszélni vele, hogy maradjon bent és segítek, én ismervén az ember, tudom, hogy mit lehet vele megbeszélni, vagy azt mondom neki, hogy adok egy fájdalomcsillapítót, adok is. Kicsit feküdjön le a bioptron lámpa alá, mert az jót tesz a fejének, ami igaz is, de csak azt szeretném, hogy itt maradjon egy kicsit, megpihenjen. És akkor egy kicsit pihen, és 20 perc múlva mosolyogva megy ki. Az egészségügyi hivatás azok közé tartozik, amiket az ember nem tud a munkahelyén hagyni. Ezt vallja a bátaszéki asszisztens is, aki mondja, gyakran még otthon is a betegei járnak az eszében. Ezt nem lehet letenni. Tehát képzeld el, hogy nekem többször éjszaka megébredek, és eszembe jut valakinek a valamije. Tehát azt a mindenit nem tettem ki neki, azt az igazolást, vagy nem válaszoltam meg, majd ígértem, hogy visszahívom. Tehát mosogatás közben ezen szoktak nevetni a gyerekeim, hogy mosogatok, és mondom, gyorsan írjátok fel, amit mondok, mert eszembe jut. Ezt nem lehet letenni, ezt nem lehet félretenni. Tehát vasárnap délben telefonálnak, vasárnap délután, na nem mondom, hogy ennek örülök, de nem mondom azt, hogy nem csinálom meg nyilván. A koronavírus járvány hatalmas terhet rót az egészségügyre, beleértve a házi orvosi praxisokat is. A rendelőkben ugyanis volt, hogy egy-egy asszisztensre hárult az a feladat, amit máshol egy egész csapat végzett el. Nekem az oltás szervezés volt nagyon megterhelő, tehát volt itt olyan délután, amikor 2:30-kor elkezdtem telefonálni, 9:30-kor hagytam este abba a telefonálást, de csak azért hagytam abba, mert már nem volt pofán tovább telefonálni. Még kellett volna, több pontra kellett, ide kellett hívni a beteget, oltópontra kellett hívni, és akkor ez ilyenkor úgy volt, hogy ezt szóltak egyik nap, hogy tán két nap múlvára. Tehát ezt pillanatok alatt meg kellett szervezni, erre nem volt nagyobb idővallum, hiszen már jött a következő oltás utána itt a csúcsban. És nagyon nehéz volt a megszervezés, az rengeteg telefonálás volt. Nem szerettem volna másra bízni, mert nagyon kedvesek voltak, tehát a város is felajánlott segítséget, jöttek a védőnők, de tudod, ha az a beteg engem ismert, tehát amikor elkezdik a kérdéseket, hogy de te melyiket ajánlod, de mit gondolsz, beadassam most erre a védőnő, mit mond, aki ő csak fölhívott egy telefonszámot, ő nem ismeri azt a beteget. Tehát nagyon gyorsan ment ez a telefonálás, csak rengeteg embert kellett felhívnom. Azon a csütörtök délután például, amit most említettem, akkor 132 embert kellett megszervezni, hát az legalább 200 telefon volt. Emellett pedig biztosítani kellett a folyamatos betegellátást is, ami azzal járt, hogy Tannerné Kammermann Júlia még a hivatalos munkaidő lejárta után is a betegeivel foglalkozott. Létrehoztunk egy honlapot,
amelyen írhatnak a betegek most is, amikor jöttetek, már azt csináltam, azt mindig a rendelés végén itt maradok, és akkor felteszem a kért recepteket, megválaszolom a kérdéseiket, tehát ott kommunikálunk. Az asszisztens több évtizedes munkáját nemrégen komoly szakmai díjjal ismerték el. Semmelweis nap alkalmából ugyanis Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara oklevelet vehetett át. Mint mondja, a jó érzés volt megtudni, hogy a kollégái szerint jól dolgozik, de ennél sokkal fontosabbnak érzi a betegeitől kapott szeretetet. Nagyon örülök, és tényleg nagyon szépen köszönöm, de én őszintén mondom, hogy nekem tényleg az számít, ami a betegektől jövő, amikor egy nőbeteg behozta a saját maga által faragott kis papírt, amelyre ráírta, hogy szimplán a legjobb. Tehát ez volt az ajándék, és akkor ilyen orvosi műszereket rajzolgatott rá, vagy amikor egy képeslapot küldenek.